túljutak az egészségmegőrzésben. Ebben a blokkunkban már beszélgettünk kétszer is a vércsepp analízisről. De most egy különleges fogalom fog hozzá társulni, ez pedig a meddőség. Hogy hogyan lehet összehozni, mi az összefüggés? Bevallom őszintén, én se tudom, épp ezért dr. Bagi Gabriella lesz ismét a vendégem, és őt faggatjuk arról, hogy vajon valamit meg lehet tudni arról a vércseppanalízisből, hogy én képes vagyok-e, fogok-e tudni gyermeket szülni, vagy mi lehet a bajom, amiért éppen nem sikerül? Nagyon sok mindent láthatunk a vérből. A meddőségre utaló jeleket is, vagy inkább én úgy fogalmaznék, hogy számomra, ha nem mondhatjuk ki azt, hogy szervi problémáról van szó, akkor ugye lehet ez a meddőség a mai világban már egy hiánybetegség is. És ilyenkor nagyon furcsán, mint ahogyan ön is, nagyon furcsán szoktak rám nézni. Ugye, hogyha a szervezet alapvetően nincsen felkészülve arra, hogy befogadjon egy kis babát, akkor nem fog megfoganni. És ahhoz, hogy a szervezet erre képes legyen, erre gondolom, hogy van valamilyen kritérium, hogy egészséges, hogy vitalizált, hogy megkapott mindent. Igazán... Itt az egészséges a lényeg tulajdonképpen, de alapvetően most nagyon divatbetegség lett, a divatbetegség idézőjelben a PCO, ami egy policisztás megbetegedés, ami nagyon sok esetben ugye egy hormonális elcsúszás. Azért azt tudnunk kell, hogy a szervezet neuroendokrin szabályzású, ami azt jelenti magyarul, hogy idegrendszer és hormonális. Mivel nagyon sokan küzdenek PCO-val, azt azért elmondanám, hogy ha neuroendokrin szabályzásunk van és idegrendszer hormonális, akkor ez a stresszes világ ennek nem tesz jót. Nagyon sokszor nem figyelnek oda az emberek, hogy az idegrendszerüket szinten tartsák. Hogyha nincs ez szinten tartva, kimerül az idegrendszer, túlpörgetik magukat, stresszesek lesznek, akkor fel fog borulni a hormonrendszer. Ha kialakul például egy ilyen PCO-s tünet, akkor általában ez inzulinrezisztenciával jár, ez egy fordított cukorbetegség, amikor túl sok inzulin termel a szervezet. Ez is egy olyan dolog, ami miatt esetlegesen nem esett teherbe az az adott hölgy. Lehet különböző pajzsmirigy problémákkal küzdő páciens is. Alapvetően a pajzsmirigy egy hormonszerv, lehet itt például egy jódhiány, lehet egy pajzsmirigy gyulladás, de nagyon-nagyon sok minden lehet a meddőség hátterében. És ezért mondtam én az elején, hogy a mögött, hogy esetleg nincsen szervi probléma, tehát hogyha mondjuk van egy olyan elzáródott petevezeték, akkor tulajdonképpen bármit próbálunk helyreállítani, ott igazából csak a lombik program jöhet szóba. De hogyha a szervek rendben vannak, és mégis több év eltelik, és sehol nincs az a baba, akkor jön Magyarországon az, hogy akkor menjünk inszeminációra, menjünk akkor a lombik programra, holott igazából nagyon-nagyon megterheli a szervezetet. Én mindig azt mondom, hogy megint csak hozzuk harmóniába a szervezetünket. Tehát, hogyha nagyon stresszesek vagyunk, akkor hozzuk helyre az idegrendszerünket, töltsük fel megfelelően vitaminokkal, ásványi anyagokkal, és akkor helyre fog jönni a hormonrendszerünk. Ha PCO-ról beszélhetünk, akkor alapvetően megint csak hozzuk helyre a hormonrendszerünket. Én ilyenkor nagy mennyiségben szoktam adni D-vitamint például. Szoktuk harmonizálni a hormonrendszert, szoktam adni étrendet. Nem napi szinten leírom, hogy mit reggelizzen, vagy mit ebédeljen, hanem elmondom, hogy mit hagyjon ki az étrendjéből. Gondolok itt például a gluténfogyasztásra, nagyon-nagyon befolyásoló tényező, például egy PCO-nál. Tehát ezek azok a nagyon-nagyon átlagos dolgok, amik most nagyon napi szinten vannak a meddőséggel kapcsolatban. Esetleg találkozott is mostanában ilyen problémával, vagy fordultak önhöz? A mai napon is legalább 3 volt ilyen, mondjuk ma nem vizsgálat, ma csak ilyen telefonos megkeresés, és én nagyon-nagyon megdöbbentem, hogy az emberek nem helyrehozni akarják a szervezetüket, hanem az első gondolatuk a lombik program. Persze mindenkinek szíve választása, de ott többen elmondták a mai napon is, hogy ő volt már többször lombik programon, és ennek ellenére sem jött össze
sajnos a Baba projekt. És itt ugye megint ki kell hangsúlyozni, hogy lombik programnál nagyon-nagyon sok hormont kap a szervezet. Uh-huh. De ha egyébként nincsen rendben a szervezet, az nem fogja helyrehozni. Tehát ha nem egy egészséges, összefogott, harmonizált szervezetről nem. van szó, akkor nem képes mondjuk a megtermékenyítést sem végrehajtani, vagy a petét befogadni. Így van, igen. Tehát tulajdonképpen a megtermékeny, lehet, hogy lesz egy megtermékenyült petesej, de hogy a méh nem tudja befogadni, mert a méhnyák a hártya nem képes megtartani ezt a dolgot. De ugye most még csak a hölgyekről beszéltünk, de a meddőség az nem csak a hölgyeket érinti. Alapvetően érintheti a férfiakat is, amikor mondjuk lehetnek prostatagyulladásra utaló jelek, egyéb férfi, például heregyulladásra utaló jelek, lehet kevés a spermaszám, vagy nem megfelelően, megfelelően aktív spermák, és sajnos ezzel úgy nem szoktunk foglalkozni, inkább a hölgyeket veszünk előtérbe, mert hogy kellemetlen, de hát az urakat is elő kell venni, és az urakat is ugyanúgy helyre kell rakni. Tehát mondjuk az uraknál a stressz, tehát a stressz nekik is ugyanúgy megvan, sőt a mai rohanó világban nagyon-nagyon megvan. A nagyon sok elektromos készülék, tehát a minden, ami körbevesz minket. A mobiltelefon a zsebben, a mikrohullámú a konyhában, és akkor még a... Igen, illetve hát a folyamatos ülőmunka uraknál is. Tehát ugyanúgy velük is kell foglalkozni, és ma pont több ilyen kérdés volt, de hát erre is van megoldás. Én azt gondolom, hogy az emberi szervezet alapvetően egy nagyon-nagyon tökéletes szervezet. Tehát, hogy mindent lehet harmonizálni, és mindent helyre lehet hozni. A mai nap folyamán még egy nagyon érdekes dolog volt, de hát kifutunk az időből. Tehát hogyha valami mondjuk egy 5 év alatt romlott el, akkor ne gondoljuk azt, hogy 5 nap alatt helyrejön. Uh-huh. Pedig szeretjük, ezt elismerem, hogy minél hamarabb szeretnénk jók útból egészségesek lenni. Igen, tehát hallottam azt, hogy azért megyünk lombik programra, mert kifutunk az időből. Attól, hogy elmegyünk lombik programra és kifutunk az időből, vagy elmentünk, még mindig lehet, hogy kifutunk az időből. Hát igen. Végülis maga a lombik program is egy szervezetet ugyancsak igénybe vevő valami. Tehát ha jól értem, akkor a legelső, hogy kapjanak felvilágosítást az emberek, hogy egyáltalán mitől lehet az, hogy nincs baba. Akár nő, akár férfi oldalról. Igen. Tehát én amikor hozzám jön, általában a hölgyek jönnek el, hogy hát nincs baba, és nem jön össze, és nem feltétlenül velük van a probléma. Én mindig el szoktam mondani, hogy mind a kettőt meg kellene nézni, és mind a kettőnek személyre szabottan kellene azt összeállítani, hogy mit kell ahhoz tenni, hogy egy egészséges, akár 2-3 egészséges baba születhessen ebből a dologból. De ez tényleg nagyon-nagyon-nagyon személyre szabott. Tehát nem tudunk általánosságot mondani, hogy szedjen ezt, vagy szedjen azt, vagy szedjen amazt, mert lehet, hogy valakinek ez hiányzik, és az lesz jó, a másiknak az hiányzik, és az lesz jó. Ezért nem is akarok semmivel példálózni, hogy mi az, amit el lehetne kezdeni, mert nincsen két egyforma szervezet. Ha lenne, vagy ha lenne egy olyan csodaszer, ami mindenkinek mindenre jó lenne... Akkor nem lenne ez a probléma. Akkor egyáltalán nem lenne beteg ember, de valóban mi is azt tapasztaljuk, hogy mindenkinek meg kell találni azt a valamit, ami az ő szervezetének, az ő vitamin vagy enzimháztartásának a legjobb. Tehát akkor az első az, hogy mind a két felet megvizsgálja. Nem nehéz a férfiakat is oda hívni, mert ugye ők nem szívesen ismerik be, hogy valamiben ők lehetnek a hibásak. Ez szerintem nagyon-nagyon egyéniségfüggő, és nagyon személyre szabott megint csak. Tehát vannak nagyon-nagyon nyitott férfiak, akik nagyon-nagyon szeretnének apák lenni, vannak a kicsit zárkózottabbak, de szeretnénk apák lenni, de mégis nagyon büszkék vagyunk. Én azt gondolom, hogy ehhez is alázat kell mindkét, tehát az én részemről is, és ugye van egy titoktartás, és az ő részükről is, tehát mindennek ára van. Itt el kell jönni, bármi kiderül, meg kell oldani. Én mindig azt mondom, hogy nincsen lehetetlen, csak tehetetlen. Tehát, hogyha van egy cél, akkor a cél, annak van egy útja, hogy megvalósítsuk. Végig kell rajta menni. Van, amikor nehezebb egy férfival, de ugyanolyan nehéz a hölgyekkel is. Tehát nagyon sokszor vannak olyan dolgok, de én már mindent megtettem, de én már mindent megpróbáltam, és hát azt gondolom, a legegyszerűbb pánikba esni, és valami gyors, hirtelen megoldást keresni. Igen. Milyen az, amikor végül is megtudják, hogy hát nincs is olyan nagy baj, csak ez, meg ez, meg ez, és amin lehet esetleg segíteni, vagy változtatni?
Ez nagyon érdekes, tehát nagyon sokan felteszik azt a kérdést, hogy ha valóban csak ez az egy pici megoldás van, akkor miért nem kapták ezt már meg a nőgyógyásztól, vagy az endokrinológustól, vagy azoktól az adott emberektől, akiknél már voltak. Tehát az első dolog az, amikor nem fogadják el ezeket a dolgokat, mert ha ez ilyen egyszerű lenne. Akkor utána van az, aki végig gondolja és megcsinálja, és valóban egyszerű volt, tehát múltkor beszélgetünk a köszönő levelekről, vagy az ilyen elégedett, kedves paciensekről. Nagyon sok ilyen elégedett, kedves paciens van, aki leírja a történetét, hogy ez volt, eljött, nem volt évekig, és hopp, lett. Nekem van egy nagyon jó sztorim ehhez, hogy tulajdonképpen volt egy hölgy, aki eljött, hogy már van egy gyermekük, szeretnének még egyet, de már hosszú évek óta nincsen. Szépen összeharmonizáltuk a szervezetét, tényleg nem tartott talán maximum 5 hónapba a dolog, és akkor jött egy kisfiú, majd körülbelül rá egy 13 hónapra jött egy kislány. Igaz, hogy egyet terveztek, de kettő lett belőle, hát örültek neki, ajándék volt. De én a saját családomban is tudok olyat mondani azért, vagy felmutatni, amikor nem jött az a baba, és egyébként egészségügyben dolgozik az adott hölgy, és azt mondta, hogy ez hülyesség, amit én mondok. Majd mégiscsak utána járt a dolgoknak, néhány hónapon belül összeraktuk a dolgokat, hogy mit szedjen, és azóta most már 4 hetes lesz a kis gyönyörűség. Tehát hát gratulálunk neki innen is. Köszönjük. Tehát saját családon belül tapasztalat is van. És akkor ez hogy megy, mert mi most ugye összehoztuk a vércsepp analízissel, de valójában mi történik? Van egy ilyen vizsgálat, és van mellé még más is, vagy mindent ebből ön szépen kikövetkeztet? Inkább azt mondanám, hogy mindent kikövetkeztetünk belőle. Tehát itt azért a vértestek mutatják a cisztára való hajlamot, mutatnak egy hormonális elcsúszást. Itt nem azt mutatják, hogy mennyi az ösztrogén, vagy mennyi a prolaktin, vagy mennyi a kortizol, vagy mennyi a progeszteron. Nem számszerűen látjuk, hanem azt látjuk, hogy bizonyos elcsúszások vannak. Tehát tulajdonképpen, ha elcsúszás van, akkor megint csak ott tartunk, hogy ezt helyre kell állítani, helyre kell harmonizálni. Mert akár mondjuk egy pajzsmirigy túl vagy alul működés is okozhat meddőséget, de szervileg rendben vagyunk. Vagy egy nagyon érdekes, hogy például egy gyulladt fog is okozhat meddőséget. Tehát, hogy ne is gondoljunk olyan hú, de nagyon nagy dologra, de egy olyan gyulladt fogról is beszélhetünk, vagy egy fog alatti cisztáról is beszélgethetünk, ami tulajdonképpen nekünk nem okoz problémát. Nem fáj, nem érzékeny, nem is gondoljuk, hogy ott van. De a fog a női szerveknél a petefészkekkel van összeköttetésben, meridián szinten. Tehát lehet, hogy nem is gondolnánk, hogy el kéne menni a fogorvoshoz, viszont erre is lehet következtetni nagyon sok esetben, hogy ott egy fog probléma van, erre is nagyon sok a visszajelzés, hogy igen, elment egy panorámarögen után kiderült, hogy a fog gyökérnél van egy ciszta, eltávolították, és érdekes mondom, helyre állt minden. Tehát azért mondom, hogy nem kell mindig annyira megbonyolítani a dolgokat. Szeretjük. Csak és el se hisszük, hogy valami... De most az egyértelmű, hogyha valaki nagyon-nagyon vár egy babát, és nagyon-nagyon vágyik, akkor már bele stresszel a dologba. Tehát az maga a stressz, hogy jaj, csak sikerüljön. Igen. Én ezt is el szoktam mondani a lelki szinten, hogy ezt el kell engedni. Tehát azért ugye, amikor vizsgáljuk, csináljuk ezt az állapotfelmérést, akkor látszik, hogy mennyire stresszes, mennyire feszült. Nagyon-nagyon érdekes, mikor így el szoktam neki mondani, hogy lefekszik, és úgy kattog az agya, hogy mondom, el kell kapni. És ilyenkor hangosan szoktak nevetni, hogy de hát ezt miből gondolom? Hát látszik. Jó, látszik. Hát nyilván ehhez egy olyan tapasztalat kell, ami önnek van, és mi nem rendelkezünk ilyennel, de egyre érdekesebbnek tűnik maga a vércsepp analízis, hiszen itt a harmadik adásnál tartunk, és olyan dolgok derültek ki róla, és egy számomra olyan emberi vizsgálat ez, mert mégsem kell 80 féle gépbe belefeküdni, nem tudom. Nem mutat ki ez sem mindent alapvetően, de nagyon sok dolognál tud segíteni. Ha viszont én úgy látom, hogy nem tudok úgy segíteni, akkor megvannak azok a szakemberek, akikkel együtt dolgozom, és tovább tudom személy szerint küldeni ehhez vagy ahhoz. Tehát, hogyha én nem tudok neki segíteni, mert hát én sem
vagyok Isten, tehát én ezt mindig elmondom, akkor megvannak azok, akikkel együtt dolgozom, és mondjuk tudom én is tovább küldeni. Viszont... mondjuk a fog egy nagyon jó példa rá, hogy nyilván nem ön fogja kiszedni a cisztát, de tudja, nem. hogy kihez küldje. Igen, de ugyanígy van nőgyógyászom is, akivel tudom, hogy hova küldjem, aki uh-huh. nem fogja teli nyomni különböző hormonokkal, nem fog fölöslegesen olyan dolgokat, vagy olyan eljárásokat nyújtani, ami mondjuk nem biztos, hogy kellene. És akkor ezek szerint, amit ön lát abból az egy csepp vérből, az egy konzultáció alapja későbbiekben. Igen, egyrészt hogyha... egy konzultáció alapja, hogyha úgy van, tehát hogyha tényleg látunk egy komolyabb problémát, tehát például mondjuk tényleg valóban látunk egy PCO-ra utaló jelet, akkor ugye azt azért figyelni kell, ott azért kell egy ultrahangot, azért elküldjük egy konkrét hormonvizsgálatra, hogy számszerűen lássuk azt, uh-huh. hogy mi újság. Ha viszont úgy jön oda valaki, hogy ő PCO-s, akkor ugye ezt a nyugati orvoslásban konkrétan nem szoktuk kezelgetni, vagy műtéttel, vagy azt mondjuk, hogy figyeljük ultrahanggal. Amit mondtam, ugye, hogy a PCO nagyban összefügg akár egy gluténintoleranciával, akár egy vitaminásványi anyag hiánnyal, akár egy idegi stresszel. Hogyha ezeket a dolgokat helyreállítjuk, megfelelően bevisszük azokat a vitaminokat, azokat az ásványi anyagokat, ha bizonyos dolgokat kihagyunk az étrendből, ha megfelelően odafigyelünk, hogy mennyit iszunk, hogyha például... tehát ezeket így visszakontrolláljuk, beállítjuk a ciklust, eltüntetjük idézőjel a cisztákat. Tehát a ciszták azok folyadékkal teli zsákocskák, amik fel tudnak szívódni és el tudnak maguktól tűnni. Tehát nem kell feltétlenül mondjuk egy műtéti eljárás hozzá. Akkor már sikerünk van, hiszen akkor már egyenes az út ahhoz, amit szeretnénk. Hát kedves Gabriella, nagyon szépen köszönjük, és remélem, hogy önöknek is sokat segítettünk, hiszen hányan vannak országunkban, akik várnak, szeretnének majd gyereket, esetleg már vannak problémáik, úgyhogy anyukák, nagyszülők, férjek, adják tovább, amiről itt most hallottak, hiszen ezzel talán tényleg tudunk segíteni azoknak, akik nagyon szeretnének kisbabát. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Mikor gyermek voltam, mellettem voltál, te vigyáztál rám minden éjszakán. Fogtad kezem a bánat ért, te meséltél az álmok tengerén. Mama, mondj még egy mesét, úgy, mint régen. Úgy hiányzik nekem a messzeségben. Mama, meséld el nekem, mit ér az élet. Maradj örökké velem, míg élek. Ha visszatérek, mindig vársz rám. Te mellé te mindig érzed, ha bánat ért, vigasztalj, hát mondj még egy mesét. Mama, mondj még egy mesét, úgy, mint régen, úgy hiányzik nekem a messzeségben. Mama, meséld el nekem, mit ér az élet. Hogy örökké velem, míg élek. Mama, mondj még egy mesét, úgy, mint régen. Úgy hiányzik nekem a messzeségben. Mama, meséld el nekem, mit ér az élet. Maradj örökké velem.